Mintegy 30-an gyűltek össze, hogy megünnepeljék a szociális munkanapját. A Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársait az intézmény vezetése beszédekkel, műsorral, valamint ajándékkal és vacsorával köszöntötte. A szervezet igazgatója azt mondja, a legnehezebb, de legszebb feladatot látják el a szociális munkások. Én azt gondolom, hogy annál nemesebb feladat nincs ezen a földön, mint hogyha egy másik emberen segíteni tudunk. Ez lehet apró dolog, lehet egy mosoly, ez lehet egy szó, ez lehet egy ölelés, ez lehet konkrét segítség, egyáltalán, hogyha csak kezet nyújtunk neki, de nyilván mi, mint szakemberek, megteszünk mindent a legjobb tudásunk szerint és a lehetőségeink szerint, hogy az élet helyzetükön is segítsünk. A rendezvényen köszöntőt mondott Cseresnyés Péter államtitkár is, aki azt mondta, hogy a legnagyobb köszönet jár azoknak, akik ezt a munkát végzik. Hozzátette, a migránsválság okozhat még olyan helyzetet, hogy még több dolguk lesz a szociális dolgozóknak. A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár kiemelte, az eddigi bérkiegészítéseken túl a kormány azon dolgozik, hogy ezek az emberek magasabb fizetésért végezhessék feladatukat. Folyamatban az a munka, amelyik e területen dolgozó emberek anyagi megbecsülését magasabb szinten próbálja kezelni. A köszöntők után névre szóló ajándékcsomaggal és magyar nóta műsorral ünnepelték a szociális munkásokat.